77 évvel ezelőtt, szeptember 10-én három lengyel pilóta Zentánál életét vesztette a küldetésük teljesítése közben. Az ő tiszteletükre egy emléktáblát avattak fel ma délelőtt a Zentai Népkertben, amit a Lengyel Köztársaság belgrádi nagykövetsége kezdeményezett. Nagy öröm számomra, hogy fiatalok is jelen voltak, és remélem, hogy az ilyen és ehhez hasonló eseményekkel segíthetünk a lengyelországi és a szerbiai fiataloknak, hogy ne felejtsék el a történelmüket. Pásztor István, a Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházának elnöke kiemelte, hogy az alkotás egy fontos 77 évvel ezelőtti történet szereplői előtt állít emléket. A jáltai konferencián felosztották Európát a nagyhatalmak. Ennek a felosztásnak az is része volt, hogy ennek következményeképpen Varsó ellátását, a varsói lázadóknak az ellátását, a fölkelőknek az ellátását olaszországi repülőterekről kellett biztosítani Szerbián keresztül. Így került ide a repülőgép. Így repültek Zenta fölött a lengyel pilóták. Az emlékműállítás Zenta község önkormányzata is támogatta. Tulajdonképpen egy pár éves tervünk valósul meg, és egy projekt, amit a lengyel, belgrádi lengyel nagykövetséggel közösen valósítottunk meg. Az 1944. szeptember 10-én elhunyt három lengyel pilót emlékére felállított emlékmű. De azt hiszem, ezzel folyamattal elindítottunk egy újabb lépést, tehát egy Lengyelország, Zenta községi, mondjam, kapcsolatépítést, és bízom benne, hogy ez a jövőbe megfelelő szemmel látható eredményeket is fog majd adni. Végül Nagy József esperes plébános megszentelte az emlékművet, amelyet később az egybegyűltek megkoszorúztak. A városnapi rendezvénysorozat mai napja a Szent Mihály Arkangyal templomban megtartott gyászmisével, kiállítás megnyitóval és koncertekkel folytatódott.